Íme Shenton Ray. A név, a motiváció és a képesség a multimilliómos ingatlanvállalat mögött. Egy cég mögött, mely az egyik leggyorsabban növekvő vállalat Amerikában. Jelenleg 130 alkalmazottat foglalkoztat 5 helyszínen. Minden egyes évben 35-40%-os növekedést tapasztalunk, amióta beindult a vállalkozás. Évekkel ezelőtt Shenton még egy egyszerű alkalmazotti pozícióban sovány fizetéssel küzdött. A sikert az elegendő étel és a feje fölött lévő tető jelentette. Ifjúsági pásztor voltam $9 órabérrel 20 órára bejelentve, de 60 órát dolgoztam hetente. Hitelkártyával vásároltam a vegyesboltban, annyira keveset kerestem. Nem tudtam kijönni. Néhány év múlva a megélhetésre és minimális kiadásokra költött összeg egy $10,000 adósságot és kimerített hitelkártyát eredményezett. Ez volt az a pont, amikor pánikba estem, mivel nem tudtam többé hitelkártyával fizetni a benzinért. A nehéz időszak alatt hallott egy üzenetet gyülekezetében a tizedfizetés bibliai jelvéről. Az első reakcióm, amikor hallottam a tizedfizetésről, az volt, hogy jelenleg ez nem megy, majd ha több pénzem lesz. De amikor hónapokkal később bizonytalan volt, hogy be tudja-e majd fizetni a bérleti díjat, elég elszánt lett ahhoz, hogy megpróbálja a tizedfizetést. Eljutottam arra pontra, hogy azt mondtam, Istenem, tesztelni foglak, és meglátom, hogy tényleg megbízható vagy-e ezen a területen. A következő vasárnap, amikor készülődött a gyülekezetbe, kitöltött egy $30 csekket a tizedre. Kértem Istent, hogy működjön a dolog, mivel még nem tudtam, hogy ez működik valóban. Isten azt mondta, hogy próbáljuk meg őt. Én így tettem. A következő nap egy $300 rezsi visszatérítés érkezett neki postán. Erre azt mondtam, ez igen, Isten gondoskodik. Hűségesen folytatta a tizedfizetést, és nem telt el sok az újabb anyagi áttörésig. Néhány nappal később a nagynéném úgy döntött, hogy kifizeti a $10,000 adósságomat. Shentont nagyon meghatotta nénye jó szívűsége, de aztán az ajándékot egy újabb kihívás követte Istentől. Miután meghallgatott egy közvetítést a 90%-os tizedfizetésről, Shenton érezte, Isten arra kéri, tegye ugyanezt. Azt gondoltam magamban, nemrégen köteleztem el magam a tizedfizetésre, most meg azt akarod, hogy 90%-ot adjak? Tehát azt mondtam, Istenem, ha tényleg ezt helyezted a szívemre, akkor megteszem, és minden évben 3%-kal növelni fogom a tizedet. 6 hónappal később Shentől állásajánlatot kapott dupla éves fizetéssel. Majd 2005-ben újabb drámai fizetésemelés következett, és elkezdett az ingatlaniparban dolgozni. Több házat adtam el a Hampton Roadon, mint bárki más az első évben. Mindenki nekem passzolta le az üzleteit. Nagy áldás volt. Shenton sikertörténetének további része a saját ingatlan vállalkozásában rejlik, melyet 2012-ben indított el. Sikerért Istennek adja a dicsőséget. Van egy vers a Sámuel könyvében, ami úgy szól, hogy akik tisztelnek engem, én is tisztelni fogom azokat. Istent tisztelnünk kell a pénzünkkel, és működni fog a vetés és az aratás törvénye. Csak kitartóan adj.